Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Az látható itt ezen a képen. A kettes szám arra utal, hogy itt lesz közeledés. Te és ő együtt lesztek, ami látható a képen, hiszen ő találkozni akar veled. Itt a képen a kardok láthatóak, ezzel elvág valamit, mint például negatív gondolatokat, hogy ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat. Miután áttette magát a félelmein, akkor itt beszélni akar veled, hiszen a kardok szimbolizálják a levegő elemét, és a levegő eleménél kommunikációról van szó. Valami fontosat akar közölni veled. Persze, ahogy a képen látható, ő megérint téged. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt a négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság. Az anyagi biztonság, egy munkahely, ahol biztos minden, de kell számára a biztonság érzete a párkapcsolatotokat illetően is. De, ahogy a képen látható, ő a börtönben van. Itt az ő érzelmeiről van szó. Ezek a félelmek. És ebből a börtönből ki kellene lépnie, áttenni magát a félelmeken, a bizonytalanságokon. Lehet, hogy arra vár, hogy te jelentkezz nála, legyen egy meghívás, és akkor olyan biztos a dolgában. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled. A hatos szám jelenti a múltat, az emlékeket. Itt van egy kis nosztalgia. És, ahogy látod a képen, ő figyel téged. És te ezt nem veszed észre. Az érméknél gyakran anyagiakról vagy a munkáról van szó. Lehet, hogy ott a munkahelyeden figyel rád. Amit az érmék még jelentenek, hogy te értékes vagy számára. És mit jelentenek még az érmék? A föld elemét. És a föld eleménél reális dolgokról van szó. Itt a levegőnél gondolatokról, ötletekről, tervekről. És ezt szeretné megvalósítani. De fél, bizonytalan, ezért ugye a háttérből figyelgeti a dolgokat, vagy figyel téged. És ha felé tekintesz, akkor úgy minden előre megy. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!